A fehér gólya a legrégebb óta legpontosabban nyomon követhető madárállomány a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület számára. Az 1970-es évektől évtizedeken keresztül 4800 és 5500 között ingadozott az 5 évente szervezett felmérések adatai alapján a költőállomány, azonban a 2019-es országos felmérés csak 4000 költőpárt mutatott ki. A világon egyedülálló módon a fehér gólyákat már fiókakorban is végzetesen veszélyezteti az áramütés, mert mondjuk a 40-es, 50-es évekhez képest drasztikusan átrendeződött a magyarországi fehér gólyák fészkelési szokása, tehát míg addig a fészkek messze túlnyomó többsége épület, tetőgerincén, kéményén volt, gémes kúton és fán, addig napjainkban a magyarországi fehér gólya fészkelő állomány 99,8 vagy 9 %-ban elektromos oszlopok kereszttartóin fészkel. Na most itt olyan iszonyatos mennyiségben pusztulnak el a gólyafiókák és a szüleik is, amit nyilván az egyéb hatásokkal együtt az állomány ilyen csökkenéssel jelez. A csökkenés azóta megállt, sőt enyhe emelkedés tapasztalható. Országosan több mint 1100 olyan település volt, ahol a 2019-es országos felmérés során és 2023-ban egyaránt történt adatgyűjtés. A két adatsort alapul véve megbecsülhető a teljes országos állomány, amely 2019-ben mintegy 4000 pár volt, 2023-ban 4550 párra becsülhető. Ez bő 10%-os emelkedés a 4 évvel ezelőtti mélyponthoz képest. Az egész országban vannak ilyen megyén belüli foltszerűen erősebb állományok is, de alapvetően mondjuk Csongrád térsége nagy táji kitekintésben, ami nagyon erős fehér gólyában, illetve Magyarország északkeleti része, de egyébként a fehér gólya az egész országban gyakorlatilag jelen van, a megfelelő élőhelyeken nyilván mondjuk a legkevésbé számukra kedvező mondjuk a hegyvidéki terület, de akár itt is meglehetnek, hogyha megvannak a megfelelő gyepes, szántós, táplálkozó területek. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 16 üres tartót találtak, egy fészek kezdeményt, 5 lakatlan fészket, 5 magányos gólyát, 7 sikertelen és 28 fiókát repítő párt. Mindezt 28 településen. 2023-ban összesen 89 fiókáról kapott adatot az Egyesület a vármegyéből.